Üdvözlök mindenkit, ez itt újra a Forza Horizon 5, és arra gondoltam, hogy menjünk el és vásároljuk meg az álomautómat, amivel megyünk egy-két versenyt is, ami nem más, mint a jó kis öreg Ford Mustang, életem autója, legjobb. Közben itt van a Solen, nem tudom ki ez, de csak úgy megjelent a semmiből. Szeva haver, nézd, nekem van egy ilyen fasz a szuprám. Jó van, úgy tűnik van itt egy pár ember. Ez bolond, na jó van. Menjünk el a fesztiválra, és akkor szépen megvásároljuk a Mustangomat, és akkor megnézzük, hogy mit lehet belőle kezdeni. Úgy tűnik a csávó az követ minket. Hát akkor kocsikázzunk vele egy kicsit. Ó, de menő. Jó, a csávó eltűnt. Valószínű honlan játékba akart indulni, aztán be is dobta. Jajajajajaj, kicsit kicsúsztunk, hát nem teljesen jó. Meg itt vannak versenyek, és akkor ezt a versenyt meg is fogjuk majd csinálni a Mustanggal. Na nézzük meg, hogy milyen az autó, sok már még nem láttuk igazából. Egy pillanat, technikai szünet. Akkor nézzük meg az autókat. Vásárlás és eladás fülön lesz valószínű. Igen, ugye itt van az autóbérlet, amiben benne vannak azok az autók, amiket el lehet érni, hogyha valaki ezt megvásárolta. Vannak illetve az autócsomagok, ami tartalmazza a Formula Drift csomagot, illetve egy üdvözlő csomagot, amiben ez a néhány autó található. Aukciós ház, nem hiszem, hogy már működik. Jó, de. Az igen, már ilyen autók fönn vannak, nem semmi. Tehát ez a tipikus aukciós ház ugyanúgy, ahogy az előzőben volt, csak ugye más felületet kapott. Forzaton vásárlás. Hey dog, na. This is the Forzaton shop. It's full of rare and exclusive rewards that change over every jó. Season. Úgy tűnik, so, hogy ez take nem your hard earned még, Forzaton points and go shopping. Autószalont. Welcome to the auto show. Feel free to browse and let me know if you need anything, yes? Jó van, köszi Alejandra. Ja, hát valami 538-540 kocsi van ebbe a játékba, úgyhogy igazából nem kell szarozni, van itt minden. Na. De most mi nem is nézzük végig őket, bár így ahogy végig pörgetek, látszódik, hogy mennyi autó van. Tehát borzasztó ezt összegyűjteni, ez egy kész kihívás. Ami amúgy vicces, tök játékautónak tűnik az összes. Tehát így ránézünk ebből a szögből, és olyan, mintha egy Matchbox lenne, vagy egy Hot Wheels. Nem tudom miért ezt a kameraszögöt választották, hogy lefotózzák a kocsikat, de hát ők akarták. Na, itt van egy Divo, egy Bugatti Divo, amivel még sose mentem sehol. Majd megnézzük későbbiekben. Chevrolet, Datsun, Debrit. What? Debrit. Ez egy F-150-es, csak valami tuning. Ja, vannak jó kis Dodge-ok is. Minden van. Hát igen, Ferrari-ból is majd bevásárolunk egy-kettőt. Na de nézzük a Fordokat. Gyönyörűek ezek a Mustangok. Na, keressük meg a Mustangomat. Remélem benne van, ha nem, akkor szomorú vagyok. Ez már hasonlít a Boss 302, és... Hát, legjobban ez a 69-es Boss 302 hasonlít az én jó kis Bullitt Mustangomra, amit imádok. Bár a hátsó lámpája az nem teljesen jó, ugye a Horizon 4-ben benn van ez a Ford Mustang 2 plusz 2, na az egy az egybe ugyanaz. Arról van egy videó fönt a csatornán, úgyhogy
A linkre, ha rákattintotok, akkor majd megtekinthetitek. Amondó vagyok, hogy menjünk ezzel a Boss 302-vel. Aztán majd későbbiekben megnézzük a GT40 MK2-t is. Na, ezt szépen megvásároljuk. Akkor nem lesz Bullet Mustangunk. Legalábbis nem az eredeti. Jó lesz ez. Ó, van valami autókuponom. Érdekes. Na mindegy. Ezt szépen megnézzük. Hú, ez a fekete jól áll neki. Ez nagyon jól áll neki. Ez nagyon jól áll neki, viszont lehet úgy döntök. Visszamegyünk a garázsba. És szerintem... Visszarakom azt a sárgát, mert azért az az ikonikus színe ennek az autónak. Tehát ez az ikonikus színe. De az a fekete gyönyörű volt, nekem nagyon tetszett. És akkor megnézzük a tuningot, mert nagyon sok változtatás van benne. Ugyanis... Imádom, hogy beledumál abba, amit én éppen beszélek. Tehát vannak olyan elemek a fejlesztéseknél, amik változtatják a kocsi hangját. Úgyhogy az elég menő. Talán a légbeömlő az pont egy ilyen alkatrész. Jó hangja van. Hát igen. De jó hangja lett. A szívócső az úgy hallom nem változtat semmit. Ahogy a porlasztó sem. Nem akarom annyira hú de föltuningolni, de hát a vége az lesz sajnos. A gyújtás se változtat, a kipufogó biztos isten, hogy változtat. Sportkifogóval azért jobb hangja van. Én a sporton hagyom, annál van a legmélyebb hangja. Na itt pedig azt lehet hallani, hogy magasság fordulatszámot tud elérni a kocsi. Ami nekünk nem rossz. Itt semmi változás. Itt sincs változás szerencsére. Mert eddig nagyon tetszik ez a hang. Jó van. Borzasztóan sok fejlesztési lehetőséget belepakoltak még. Itt is marad a hang, nem baj. Jó van, ezekkel meg vagyunk, akkor egy kicsit fölgyorsítom a cuccost, mert rárakunk egy... hát nem akarjuk annyira mélyre. Úgyhogy ez csak egy sima sport lesz. Azért akarom, hogy megmaradjon a mustangos stílusa. Hát nem tudom mennyit dob rajta az erősítés. Ezzel megerősítjük. Na nézzünk rá egy jó kereket. Rohadt sok kerék lett. Tehát most már van utcai, sport, semi-slick, ugye az versenygumi. Illetve van a Horizon Semi-Slick, amit amúgy kiválasztok. De közben van itt... Elnézést szeretnék kérni. Kifagytam, de nagyon durván. Úgyhogy ott tartottam éppen, vagy elkezdtem nektek itt mesélni, hogy milyen gumik vannak. Tehát most már van utcai, sport, Semi-Slick, a Horizonos, amit én használni fogok persze. Van sima slick versenygumi, terepversenyre, a broncs, rallira, driftre,
hóba, szöges. Gyorsulási abroncs, klasszikus versenyabroncs, és van vintage white wall gumi, ami elég menő basszus. Az a baj, hogy nem ad túl sok tapadást. És azt is elmeséltem éppen, hogy amúgy rohadt jó, hogy ennyi új gumi bekerült, mert tényleg aztán van választék. És a customizáció az egyre jobb a Forzába. A kereket meghagyom, mert ez a klasszikus kerék, ez nagyon tetszetős. Viszont felrakjuk a legnagyobb tárcsát. És a hátsó kereket kiszélesítjük, amennyire lehet. Na nézzünk körbe. Tehát most itt az a különbség, hogy egy kicsit szélesebb, akkor az maradhat. Hát maradjunk az eredetinél szerintem. És akkor nézzük meg, hogy itt még mi van. Ó, értem. Meghallgatjuk a motor hangját. Nem hallok túl nagy különbséget, viszont... Legyen az Iker Turbo. És akkor, jajaj, munka folytatása. És akkor az van, hogy akkor itt elvileg megjelenik a turbo. Sutututututu! Mennyivel másabb. Akkor kipufogót meghag... Ja, tökéletes. Kész az autó. C58! Ja nem, várjunk, az a mostani. Do you want to continue working? S8-15. Jó lesz az. S1-nek a legalján vagyunk. Na mindegy, a drive határokat úgyis hozzám fogja beállítani. Remélem jól lehet ezt a kocsit irányítani, mert annak nagyon örülnék. Hú. Gyönyörű szép Mustang. Imádom őket. És lehet is velük menni. Most megállok, és csak hallgassuk, ahogy dorombol a motor. Gyönyörű. Gyönyörű hangja van. Hát gyerekek, ez valami borzasztóan jó. Brutális, tényleg. Ez az egyetlen egy szó, amit tudok használni erre a játékra, hogy brutális. Ez nagyon brutális. Jó van, el leszünk ezzel a versenyen szerintem. Itt meg javában megy a buli, tűzi játék, meg minden. Anyám kínja. Na. Ez egy sprint verseny, de ahogy látom, már van event lab is. Ja, itt létrehozom a sajátomat, és az alkotásoknál meg tudom nézni, aki ezt módosította. Na és hol van a szép Mustang? Itt van. Ezzel megyünk. Ha. Ez menő, hogy így a nagy színpadon így körbe mutogatja az autót mindenkinek. Jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Jó, van, úgy látszik, hogy ez egy izomautó verseny lesz a javából. Na hajrá, srácok! Jó van. Toljuk, és már... Ó, hát hagyunk le itt mindenkit. Nem mondott, basszus. Azt hiszem kihagytuk azt, hogy a sebességváltót módosítsuk, mert ebbe mehetett volna egy ötös fokozat.
Ja, igen, az kimaradt. Ó, jajaj! Az kimaradt. Hát nem baj, most már akkor elmegyünk ezzel az eredeti négy sebességessel. Akkor még lehet egy kicsit rajta húzni. Majd a verseny után megnézzük gyorsba. Nem mondott komolyan, hogy kihagytam. Ott mentem el mellette. Na. Szépen behúztuk ezt a kanyart, így másodjára. Téged megelőzlek. Nem értem, miért lassítottál le annyira. Jó van, és itt vagyunk Zubrén. Akit be is előztünk. Oh. Végig drifteljük, körbe drifteljük őket. Jó van, úgy tűnik megvan az első helyezés. Bár ne szóljam el magam, mert még vissza van, vagy 37%-a a versenynek. Ez egy harmada kb. Jaj, 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 jaj. Szereti kirakni a fenekét ez az autó, nem is baj. Horizon 4-be az a 2 plusz 2-es Mustang az azt hiszem A800-ra volt fölhúzva, és úgy ment, gyerekek, brutális volt. Eszméletlen. Annál talán a Ford GT40 meg a Bone Shaker 800-ason azok voltak így ilyen jobbak, amikkel nem nagyon lehetett bírni. Meg azzal talán az volt a baj, hogy lassú volt. Nem volt jó gyorsulása, meg végsebessége. És emiatt a kanyarmentes versenyeken sajnos háttérbe szorultam. De hát ez van. És megnyertük. Végig száguldottunk rajta. Mindenkit ott hagytunk a frontba, gyakorlatilag a meccsnek az egyharmadán már elő voltunk egyedül. Úgyhogy ezen a nehézségen tényleg változtatnom kell, mert ahhoz képest, hogy billentyűzettel vagyok, elég jól dolgom. Na, kaptunk egy kis lóvét, még egy kis tapasztalatpontot. Meg egy kis lóvét. Nagyon jó. Zsírkirály. Hello, I'm Anna, your automated natural navigation assistant. I can Nagyon help jó. You explore Mexico and find fun things to do. I've been upgraded with the new Forza Link module. Forza Link. Forza Link tracks the status of you and the people you meet online and suggests ways for you to link up and play together. Jó, ezt megnézzük akkor. Every time you see this light up, it's suggesting a new way for you to link up with other drivers. Aha, értem. Ugye a Forza Link kell lehet összecsatlakozni valahogy, valami ilyesmi jött le ebből. Illetve ugye ebbe már vannak ilyen Horizon Arcade-nek nevezett cuccok, amik olyanok, mint a Forza tonok a Horizon 4-be. Ilyen kis eventek, és van például olyan, hogy pinyátákat kell elütni. Úgyhogy kicsit változtattak rajta, gondolom van ilyen sima része is, hogy akkor csinálj meg a Trafipaxból, mit tudom én, 500 000 pontot, és akkor van vége az eventnek. Aztán a franc se tudja. Még nem vettem részt ilyenen, megmondom őszintén, de majd kipróbáljuk mindenképpen. Gyorsan széttörjük ezt az XP pontot, visszamegyünk a lakásba. Mi ez itt? Ja, ez itt a kiszáradt tó. Nem tudom milyen évszakot írunk, de szerintem a következő évszakban ez itt tele lesz vízzel. Hát akkor már átjövök rajtad, hogyha megharagszol, vagy ha nem haragszol, meg akkor is. Meg ezt a 3000-eset akkor széttöröm, ha már itt vagyok, aztán egy kicsit felfedezzük itt a területet. Mert miért ne? Úgyis az az egyik cél, hogy az összes úton egyszer legalább végig haladjunk. És hogy nézem, itt van az úton a Super 7.
amit a Horizon 4-be se csíptem annyira, de majd meglátjuk, hogy itt milyen újdonságok vannak, viszont ezt most sajnos kihagyjuk. Vissza az aszfaltra. Ezt persze széttörjük. Ja. Jó kis víztározó. Mindjárt át is megyünk a hídján. Nagyon tetszenek a zenék is. Jó, jó lett. A Horizonnak mindig jó a lejátszási list. Várjunk? Az valami romos épület. Én azt hittem, hogy az a víztározóval kapcsolatos kis valami. De először, ha már itt vagyunk, akkor... Ja, hogy ez ilyen? Hol van? Ja, itt van. Akkor már megnézzük ezt az épületet. De, hogy látom, ugrató is van, úgyhogy azon át lehet ugratni. Ja, mert ott egy XP pont. Egy 5000-es? Bár ez nem jött össze. Ez nagyobb lendület kell. Jó, itt van valami templomrom. Hogy az esőcseppeket elviszi az ablaktörlő, az olyan brutális. Az még mindig leírhatatlanul jól néz ki. Na jó van. Ne szarakodjunk. Hoppá, hoppá, csűrlelet. Jól van, van itt mit csinálni. Hoppá, még egy csűrlelet. Van itt mit csinálni, basszus. Van. Jó. Most még maradjunk a környéken, aztán majd felfedezzük. Itt van egy verseny. És akkor először elmegyünk haza. Meglessük azt a Turingot, amit kihagytunk a Mustang volt. Persze, hogyha át tudnánk menni a vizen. Nem baj, fél óra múlva majd átérünk partra. Szóval föltuningoljuk azt a maradékot. Rakunk bele egy 5 sebességes váltót, mert a motor elbírja. A kocsi is elbírná. Aztán megnézzük, hogy úgy, hogy teljesítünk azon a versenyen. Imádnivaló amúgy ez az autó. Nagyon tetszik. Ez lesz a saját Verdám. Ha csak nem jön be egy 2-2-es. Na nézzük meg, most valamiért villogott. Aha, tehát most lenne egy kaland. Jó, nem baj, most kihagyjuk, majd legközelebb megnézzük. Közben átjöttünk ezen a kis városon. Itt is van egy pár XP pont, meg gyors utazás tábla. Cassavella. Ajajajaj. Hoppá, milyen délutáni szenárióba ébredtünk. Na azt mondja, hogy fejlesztések és tuning, egyedi fejlesztés és... Oké, kösz. Hajtáslánc. Ó, de várj, hát itt van-e. Ja, jó. Akkor ezek maradtak ki. Versenysebesség... Váltónál maradunk. 7-8. Csak ilyenek vannak, ilyen szarok. Nincsen 5 sebességes. Jó, maradunk a 4 sebességnél. Jó, ezen még egy kicsit húzunk. Jó, sokat elköltöttünk a Verdára, ilyen 4 kilónk volt, vagy 5 kilónk, aztán most meg 2,50. Nem baj. Álomautóra megéri. Na, és akkor itt volt egy verseny, egy körverseny. Meglessük. Közben bejárjuk ezt a kis területet. Milyen kis templomocska.
Tehát esküvő van. Megzavarjuk az esküvőt itt egy kis stüfteléssel, meg egy kis hangoskodással, egy kis XP-táblatöréssel. Jaj, de jó, hogy te odalent vagy. Várjál, mindjárt lemegyek. Csak akkor már bejártuk ezt az utat is. Megkeressük azt az XP táblát. Vagy fast travel táblát. Na, nyomassuk. Forró. Hol van a Mustang? Miért rakod el? Mindig elrakja a Mustangot. Nem fogta föl, hogy az marad. Hát az az én autóm. Azzal megyünk most mindent. Horizon 1-be volt egy baromi jó verseny, amikor az volt a címe, hogy Mustang versus Mustang, amikor le kellett előzni egy repülőt. Hát az volt az első, hogy Forza buzi lettem, már bocsánat a kifejezésért, de más nem lehet erre mondani. Akkor lettem szerelmes. És indul is a verseny. Ugye most egy kicsit tuningoltunk a kocsin, úgyhogy most kicsit nagyobb szintűek az ellenfelek, de nem annyira, hogy ez nekünk nehéz legyen. Úgyhogy újra kezdem az eseményt, és átállítom a drágatár nehézséget, mert ez kimaradt. Igen, gyakoroltom van. Hát akkor... csapjunk a lovak közé. Legyen az a verhetetlenen, ami mindig szokott lenni kontroller használata közben persze. De úgy tűnik, hogy most így is menni fog. Na, let's go! Hú, gyönyörűek ezek a verdák. Legszebbek az izomautók. Change my mind. Hát igen, így utol kell őket érnem. Van itt minden, Charger, Challenger, sima Mustang, Corvette. Minden, amit el lehet képzelni. Az izomautók legjobbjai itt vannak. Camarót nem láttam, de biztos vagyok benne, hogy az is van. Menjél, mert én is mennék. Hát nem megy a barátom. Ó, kicsit megcsúsztam. Töröd már le az ablakot! Mitől maradt vizes? Kívülről nem is vizes, akkor bebugolt. Nem baj. Belső íven megpróbálom megelőzni, de nem jött össze. Hú, de hogy megy az a Mustang. Na most bevágunk belsőn. Be. Jó, megvan a hatodik hely. Na igen, hát verhetetlen, ez már kicsit nehezebb. Nem úgy van ám, hogy megállnak aztán. Gyere, előzd meg azt. Elhihettek ki a játék, hogy te jó vezető vagy. Jó sofőr. Nem. Itt meg kell érte szenvedni. Nagyon durván meg kell érte szenvedni. De nem baj, ez a lényeg. Hogy fejlődj, hogy jól vezessd a kocsit. Jó, egy körünk van arra, hogy megszerezzük a negyedik helyet, mivel följebb nem fogunk tudni jutni, mert úgy mennek, mint az állatok. És itt... hát igen, itt nem az a baj szerintem, hogy billentyűzet egér, mert egész jól megy vele, hanem az a baj, hogy gyenge az autó, és túl jók a drive-atárok. Egy-kettő ilyen kifaralás lehetne elkerülni a kontrollerre, de nem biztos, hogy az segítene rajtunk túl sokat. Jó, ezt elhagytam, bocsánat.
Nem szeretem a Rewindot, amúgy jó funkció. Mert nagyon jó funkció, egyedivé teszi a Forzát. De így túl könnyűvé teszi az egészet. Jó, hát ez hatodik helyezett lesz. Nem baj, így jártam. Nice. De meggyűrődött a jobb oldali ajtó. Visszapillantók sincs. Jó, oké. Hát ez nem egy első helyzet. Hát ez szégyen. Srácok, ez sajnos újra kell, hogy indítsam, mert ez szégyen volt. Csak az első kocsi volt jobb az enyémnél. Itt a rajtnál megpróbálunk elfogni egy-két helyet. Lehetetlen. Jó. Bazsamágusnak a drive-atárja akciózott, ki akarta lökni a Corvette-et. Na menjetek, létszi. De bevágtam elé. Azt nem jó jár. Szeretek mélyeket fékezni. Ami amúgy a hasznomra is szokott válni. Most is éppen be tudtam fúrni magamat. A kis lyukba. Megint itt van Dani. Az előbb is ő tartott föl. Jó, Danin túl vagyunk. Jobb helyezésünk van, mint az előző meccs végén. Gyakorlatilag, mintha folytattam volna azt. Így is fel lehet fogni. Egy dobogót azért el akarok csípni mindenképpen. Jó, akkor itt nem is kell fékezni. Ez egy olyan kanyar. Itt viszont kell. Nagyon jó. Följöttünk a negyediknek a nyakára. És itt berakjuk. Beraktuk. Belső évbe beraktuk, és helyezést is sikerült elérni ezzel. Aja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 j
Gyönyörűen vettük ezt a kanyar kombót, és a nyakukon vagyok. Hát annyira nem, de már érzem, hogy izzadnak, mert látnak a visszapillantóból. Jól van, meg leszed. Ne, kifagytam! Mi a fasz? Megy tovább! Ez mi volt, gyerekek? Miért csinál velem ilyet? Jó, oké. Csúnya volt ez a kanyar. Mert nagyon csúnya volt. Meg ez is. Elvesztettem a tempómat. Ezzel a kifagyással, ez most nagyon megbénított. Na, az utolsó kanyar. Elhúznak a francba. Még egy kör kéne, bakker. Nincs meg az a sebességkülönbség, amire vágytam. Á, nem hiszem el. Jó van, megelégszik az egyedik helyel is. Majd később újra próbálom. Jó. Jó van. Jó ez az autó. A kanyarodásán lehetne módosítani. Kicsit lehetne jobb az ív. De mindent összevetve ez egy nagyon jó vezethető autó, tehát igazából ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy kicsit menni ilyen izomautókkal. Jó van, kapunk egy hülye gesztust.
nem kocsit, vagy lóvét, nem gesztust. Na jó van. Jó van. Fotómódba megnézzük az autót. Melyiket tudom. Mindegy. Na jó van, srácok. Ez a Mustang, ez állat. Ezt tudom ajánlani mindenkinek, tényleg. Találkozunk a következő videóban. Szevasztok!